Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás február 21-éig. Péntek. A felső képen látható egy kéz. Ez olyan, mint egy isteni hatalom, és átnyújt számodra valamit. A kezében van ez az arany érem. Természetesen utal az pénzügyi dolgokra és a munkahelyedre is, de ez az arany érem jelenti a te tehetségedet, a te belső értékeidet is, a lehetőségeket. És ott van az a kapu, ami most kinyílik, és kivirágzik minden. Tehát jól alakulnak a dolgok. Nem csak ami a pénzügyi helyzetet illeti, vagy a munkát, hanem ez utal a párkapcsolatra is, mert ez értékes számodra, vagy te vagy értékes, és ezt megérdemelted, hogy boldog légy. De alatta ott van a második kártya, és utal álmatlan éjszakákra. Vannak gondjaid? De megvan a remény. Ott az ágyon láthatóak a lepkék, az utal a könnyűségre, és a takarón ott vannak a szívek, egy szerelmi kapcsolat. Minden jóra fordul, és ez legyen a remény, ez legyen a hited, hogy minden jóra fordul. És akkor megvan a belső nyugalmad, és tudsz aludni. A harmadik kártya mutat egy életutat, ami előtted áll. De még vannak nehézségek, vannak gondok. Minden olyan nehéz, amit itt cipelni kell. De próbálj meg felszabadulni ezektől a gondolatoktól, érzelmektől, vagy kapcsolatoktól, ami téged jelenleg nyomaszt. És most áttérünk a szombati napra. A felső kártyán látható a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul. A képen látható egy boldog családi helyzet, nagyon mély érzelmekkel és vidámsággal, ez, amit te elképzelsz. Ezek a te vágyaid, reményeid és álmaid. Mindez elérhető. De az alatta lévő kártya utal a korlátozásokra, mert ott van a 9-es szám. Ugyanúgy, mint a felső kártyán a kelyhek, itt a második kártyán is a kelyhek láthatóak, és az utal az érzelmekre. Lehet, hogy ezek a korlátozások, mert vannak félelmek, bizonytalanságok. De az is lehet, hogy a családon belül vannak feszültségek, vagy valaki megpróbál téged korlátozni, és nem tudsz kilépni ebből a helyzetből. Tedd át magad a félelmeken, és mit tudsz javítani a helyzeten, azt mutatja a királynő. Te vagy ez a királynő, és te óralkodsz a föld eleme felett. És ezek reális dolgok. Mutatja a biztonságot, a biztonság érzetét. Nem csak az anyagiak területén, hanem a párkapcsolat területén is. Légy magabiztos. Légy annak tudatában, hogy te értékes vagy. És találd meg a helyedet az életben, és uralkodj. Uralkodj a gondolataid felett. Uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj a helyzet felett, és ne hagyd, hogy mások uralkodjanak feletted, mert a te életed értékes. És most megtekintjük, hogy mi várható a vasárnapi napon. Ott fent, ezen a képen láthatjuk az uralkodót. Az tényleg lehet, hogy valaki megpróbál uralkodni rajtad. De lehet az is, hogy lesz egy kapcsolat egy férfival,
és ő tudja, hogy mit akar, uralkodik a helyzeten. A kártyáknak szimbolikus jelentései is vannak. Ez az uralkodó utalhat a te tartásodra. Az uralkodó háta mögött ott van az árnyék. Az utalhat félelmekre. Uralkodj az érzelmeid felett. Lépj ki ebből a negatív érzelemből, mint félelem vagy bizonytalanság, és éld a pozitív érzelmeket, a hitet, a szeretetet, a belső erőt adja ez számodra. Ezekre a változásokra uttal az uralkodó mellett látható bot ott bal oldalon, és a két kígyó. Az egyik kígyó mutatja a negatív érzelmeket, mint például a félelmeket, az betegít bennünket. A másik kígyó pedig a gyógyító erő, a pozitív érzelmek. És akkor ez a kártya azt közli veled, uralkodj az érzelmeid felett. Minden jóra fordul, mert a második kártyán látható is, hogy ő jön. Itt lesz mozgás, és átnyújt számodra valamit. És ez nem akármi, ez a kehely, és az utal az ő érzelmeire, nyitott lesz, és beszél érzelmekről, mert a harmadik kártyán látható ez a kard, és ez a kard uralkodik a levegő eleme felett, és az kommunikációra utal, lesz egy jó hír. Amit még ez a kard jelent, a döntések. Vagy te hozol fontos döntéseket, vagy ő hoz döntéseket. A kardnak van még egy jelentése is. Elvágja a félelmeket. És ez annyira fontos most a jelen pillanatban. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!